Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bad. Sziasztok, Kovács Obi vagyok. A néhány hete történő transalpinás utam után most úgy hozta az élet, hogy ismét Romániában járunk, ugyanis a román, illetve bolgár határnál találtam egy egész jó evót, és kis szervezgetés után megszerveztük, hogy egybe kötjük egy transfogarasi hágót átszelő túrával. Sajnos az evó még messze van, már mint hogy nem hazafele jövünk, hanem odafele, szóval autót nem tudok egyelőre nektek videózni, de hát úgy gondolom, hogy a transfogarasi hágó az önmagában olyan monumentális és olyan gyönyörű út, hogy egy bármilyen autóval is megéri végig kamerázni, főleg úgy, hogy a pár hete forgatott transzalpinás felvétellel tök jól össze lehet hasonlítani, illetve bennem is maradt egy kis kíváncsiság, hogy vajon a transzalpinához képest milyen a transzfogaras, ugyanis nagyon szép volt a transzalpina, de bennem azért hát nem töltötte be azt az űrt, amit vártam, hogy milyen lesz. Nem volt elég monumentális szerintem a transzalpina. Transfogarasnál megszokhattuk azokat a képeket, hogy föntről gyönyörűen lenézve látható az egész kacskaringós útszakasz, és ez az, amit én a transzalpinán is kerestem. És nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a transzalpinához képest milyen lesz a transfogaras, lesz-e annyival jobb, vagy mondom azt, hogy igen, megérte. Szóval mindjárt kiderül, és ti is megláthatjátok. Ajaj, betámad egy kutya. Ti is megláthatjátok. Úgy futott ide, hogy azt hittem, hogy engem fog megharapni. A legutóbbi után mondjuk nem para, mert megkaptam a vesztettség elleni védőoldásokat. Szóval mindjárt kiderül, hogy milyen a transzfogaras. Tartsatok velem! Már így az első megállónál jól látszik itt az út legalján, a legelején, hogy sokkal többen járnak a transzfogarason, sokkal népszerűbb, mint a transzalpina, mert így október végén is itt nyitva vannak a büfék, nyitva vannak a kis boltosok, amik körülöttem láthatók. De transzalpinán két hete október elején, amikor jártunk, október legelején semmi nem volt szinte nyitva. Keresni kellett egy büfét, vagy bármilyen éttermet, ahol tudunk enni, és látszódott, hogy az ilyen hasonló kis kipakolások, azok már rég el vannak telelve, és be vannak zárva. Illetve turistából is alig volt, míg itt azért látható, hogy körülöttem elég sok az autó, és az ember is. Hát igazából nem kellett olyan nagyon sok, hogy azt merjem mondani, hogy a transzalpina nem tudja helyettesíteni a transzfogarast. Nem véletlen transzfogaras a Európa egyik leghíresebb útja. Hát ez, ami körülvesz az egésznek a milliója, az, hogy mennyire a természetbe megyünk, és milyen természetbe, és milyen helyeken, hogy itt előttem 10 méterre egy gyönyörű patak, mögöttem kanyarog az út, másik oldalt fenyőerdő, hát ez valami tényleg elképesztő. És még sehol nem vagyunk, még nagyon-nagyon messze vagyunk az igazi látnivalótól, az útnak a igazi lényegétől, de már azt mondom, hogy megérte, és transzfogarasi szebb, mint transzalpina. I started nearly 2 months ago, and in South Germany from Stuttgart. From there I drove to Switzerland, down the Alps,
and then to Austria, from Austria to Italy, the Dolomites, I think, yes. And then from Italy, I go up to Austria again, because the most time I don't ride with navigation, so I drive the wrong way and go back to Austria. And then from there, I go back to Croatia, down the whole way at the coast, and then up to Hungary, and now I'm in Romania, yes. And what is your final destination? I don't really know. I want to go to Greece, about here to the Black Sea, yes, and then to Bulgaria, Turkey, and from Turkey to Greece, to Athens, and then go to Rhodes for and the winter. Nice. And with this Golf 2, and yes. Please tell me something about your car. What kind of engine it has, and how much the mileage, actually mileage, and had you any problem on the trip or how it works? Actually, I'm on. We can take a look. I'm not sure how many kilometers I have. Approx. I don't know. Oh yes. You can see it? Yes, but I think it's not. It is 7. It's true. 5. So less than 100,000. I don't know really. I think so, but yes, and it's 1.6 liter engine. Petrol or diesel? Benzine. Not that much, but for this car it's around about 800 kilos, so it's enough to get up here. Yeah. Ez itt a lényeg, a mögöttem látható kultikusan kanyargós szerpenti rendszer, amitől olyan híres lett a transzfogarasi hágó, de nem csak ettől híres, illetve nem csak ettől jó vagy szép, maga a táj, a környék, hogyha így körbenézünk, mögöttem a rengeteg szelfiző, de maga ez a lélegzetel állított táj, ez is egyszerűen magával ragadó, és bőven megéri ezt az utat, szóval én azt mondom nektek is, gyertek el ide, és egyszer tegyétek meg ezt az útszakaszt.
És ha már Románia, akkor mindenkinek a medvék juttak eszébe. Nem is kellett olyan sokáig várnunk, hogy meglássuk az első vadon élő medvét az út mellett. De nem csak a medvék voltak láthatóan éhesek, hanem mi is, szóval kerestünk egy közeli éttermet, ahol jól meg tudtunk vacsorázni igazi erdélyi finomságokból. Ugrottunk egy pár száz kilométert, és átértünk Bulgáriába. Román-bolgár határon vagyunk, egy Ruse nevezetű bolgár városban. Itt van az Evo, amiért végül is jöttük, ami ennek az egész útnak a célja volt. Most eszünk egyet itt a folyón található halas étteremben, és utána egy jó óra múlva végre megláthatom az autót, és kiderül, hogy érdemes volt-e ennyit autózni, vagy sem. Megesztettük magunkat, mint ahogy szoktuk az ilyen kajálásokkor, és 51,5 eurót fizettünk ezért a rengeteg folyóvíz, illetve tengeri finomságért, ami szerintem abszolút nem volt magas, mondhatni megérte. Úgy tele vagyok, hogy egyáltalán nem autót venni van kedvem, hanem inkább ledőlnék ide a Dunapartra ebben az őszi 30 fokban, kicsit napozni, kicsit pihenni, de hát sajnos az élet nem kívánság műsor. Itt megyünk, és szemügyre veszük mindjárt az Evo-t.
srác, akinek az evója van, rallizik, és megkérte, hogy hozzak Mol Racing Omaxot, mert hogy állítok, ez egy nagyon jó üzemanyag, és náluk nem beszerezhető. Én meg, mivel Szászalombattán van a telephelyem, ezért viszonylag könnyen be tudtam menni a Mol finomítóba, és vásárolni két ilyen 54-es kanna Omaxot, hogy neki jobb legyen és erősebb legyen a Hondája. Na és ebbe lesz a Mol Racing üzemanyag valamelyikbe. Ez a Kilcrimbos B16 versenyautó, nem tudom melyik az. Which is that? That is circuit, that is for Hilcrimbos. So this, ez a Kilcrimbos kocsi. Látszik a gumiból is. És itt vannak a kupái. It doesn't really matter. Na hát olyan balkáni módszerekkel megegyeztünk, nem az a tipikus mindenki mondja az álláspontját, hanem mindenki mondja össze-vissza a kettő között, kicsit ide, kicsit oda, legyen így, legyen úgy, de a lényeg, hogy közös nevezőre jutottunk, elfogadták az én ajánlatomat, és hát így úgy tűnik, hogy vettem egy Evo 8-ast, életemben először, eddig csak 4-esem meg 6-osom volt, de most egy tuningolt, jó állapotú 8-as, és úgy látszik a birtokomba száll. Hát most megyek a hotelbe, lepjenek, mert elég fáradt vagyok, és mindjárt be is sötétedik, igazából már nincs mit tegyek az autóval, és holnap reggel 7:30-kor fölvesz majd a tulajdonos, és elmegyünk együtt a helyi okmányodába lejelenteni az autót, aztán rádobom a kis pérendszámat, és meg se állok hazáig, amit majd szépen dokumentálok nektek. Reggel 8 óra után van pár perccel, és mi már itt vagyunk nyitás óta, 8-kor volt a nyitás a helyi okmányirodában, és az eladó egy ismerőse, egy helyi nepper már intézi is a papírok kijelentését. Én már földobtam a pérendszámot, és ki is fizettem az autót, szóval, hogyha kész a papír, akkor egyből indulhatok is Magyarország fele. A sorban álló importált autók nagy része az román, de van itt német is, még egy román. És ott hátul, az szerintem innen egy lengyel exportrendszámnak tűnik azon a kamionon, szóval ezek a bolgárok hoznak mindenonnan kocsikat. Na megvan a papír, most eljöttünk valami ismerőséhez egy bal hátsó lámpáért, mert az repett, és ígérte, hogy ad az autóhoz egy jó állapotút. És hát itt, hogy megálltunk az ipartelep mellett, itt a bolgár valóság elénk tárul. Pont ilyennek képzelek egy ilyen szegény országbeli lakótelepet, mint ez. Magyarországon is hasonlók voltak egy jó pár éve, bár talán ez még annál is lepusztultabb. Szerencsére mi legalábbis inkább úgy mondom, hogy Budapesten mi ezeket már túlléptük, és sokkal rendezettebb és gazdagabbak a lakótelepek. Vidéken azért még találkozni hasonló, hát mondhatom, hogy putrikkal, mindjárt mutatom is körbe, hogy mit látok, és annyira ez a rész nem tetszik. Végül is nem kellett sok helyen lakatolni ezt a sprintert, és
még mi lehet alatta, mellette, ahova nem nyúltak. Úristen. Na, már Romániában vagyok, a határon semmiféle probléma nem volt, nem akadékoskodtak, nem kötekedtek, simán átengedtek, ennyire egyszerű határátlépésem talán még nem is volt. Most megálltam egy Rompetrolnál, ami egy híres romániai benzinkúthálózat, és nagyon jó minőségű, jó minőségűek a kaják és finom a kávé, szóval nyomok egy reggelit, és utána folytatom az utat hazafele, ami még, ha jól számoltam, olyan 10-11 óra lesz Budapestig. Na, ilyet soha nem csinálnék a kocsimmal. Ráadásul egy 5-ös BMW-vel telibe áthúzza rajta. Nem véletlen néz ki így, ahogy kinéz. Fú, nagyon gáz. Egyébként meg üzenem az ottani benzinkutasoknak, hogy ilyen keréknyomás állító kompresszorokat, vagy kerékfújó kompresszorokat helyezenek üzembe, mert ez baromi jó, hogy nem kell rácsatlakoztatni az autóhoz, utána visszarohanni, fújni bele, hanem egyszerűen beállítod előre a kért értéket, rácsatlakoztatod az autónak a tömlőjére, és ő felfújja, vagy leereszti arra az értékre, amit előre megadtál. Rohadt életbe megint vettem egy autót, amit nem akarok eladni. Ritkán van velem ilyen, de most sajnos megint ez történt. Jó helyen vagyok ilyenkor, azt érzem, mármint nem pillanatnyilag, hanem úgy unblock az életemben. Ez az, ami számomra a tökéletes. És lehet úgy tűnik, hogy én csak így ezt kaptam, vagy így ebbe belecsöppentem, és milyen jó nekem, de igazából emögött a mostani életem mögött nagyon sok év, nagyon nagy szívás van. Én 14 éves korom óta dolgozok, és nyilván nem folyamatosan, mert tanultam is, de azóta, amikor tehetem, dolgozok, mert tudom azt, nem csak, hogy a munka nem esít, hanem, hogy a munkától, illetve a munkából szerzett pénztől lehetek több, mármint, hogy lehetek, csináltam azt, amit szeretnék, számomra a pénz szabadságot ad, azt teszi lehetővé, hogy én azzal foglalkozzak, azt tegyem meg, amit szeretnék, és szerintem a kiegyensúlyozott élethez ez nagyon fontos, szóval ti is legyetek azon,
mindig, hogy olyan munkával teljen az időtök, olyan munkával foglalatoskodjatok, amit szerettek is csinálni, legyetek kitartóak, mert az eredmény nem fog egy-két év alatt jönni. Én 37 éves vagyok, plusz-minusz pár nap, szóval kellett több mint 20 év ahhoz, hogy odaérjek, ahol most vagyok, azt csinálhassam, amit igazán szeretek. Kitartás nektek ehhez, mert higgyétek el, hogy ha elég szorgalmasak vagytok és kitartóak, akkor bármi sikerül. Ez egy 2003-as Evo 8, és hát manapság szerintem az, hogyha egy Evo-nak vagy Subaru-nak szép a kasznia, és nincs rohadás, az már önmagában kuriózum, és rendkívül ritka. Szóval nálam szerintem manapság az első számú szempont az érintetlenség és a gyáriasság, illetve a rozsda, tehát ez így egybe. Most ennek a kasznia, hát ritka szép. Itt egy picit látszik képen, élőben talán ennyire nem feltűnő, hogy a jobb oldali sárvédő fényezve volt, illetve a karbon géptetőn is látszik ez a törés. A jobb eleje kapott az autónak, de egyáltalán nem vészesen, tehát sehol nem látszik, se Zárhídon, se a Nyúlványon, semmi komolyabb balesetnek a jele. Azt látszik, hogy egy újra cserélték ezt a jobb első sárvédőt, és lefényezték, ezt tudtam mérni. Egyébként mindenhol máshol nagyon szépen áll mindene, gyári a két első sárvédő, tehát ide nem egy utángyártott, vagy nem egy üvegszálas raktak, mert nagyon sokszor úgy szokták javítani, a lökhárító is gyári, illetve a motoráztető az karbon, de mint látszik a baleset előtt is ez volt, és egyébként nagyon jól áll neki. Szerintem ez a sárga szín az Evo-knak a legjobb színe, és ezekkel a fekete elemekkel baromi jól néz ki. Nekem így ez az Evo a best. Nagyon jól áll rajta a karbon hátsó szárny. Nem vagyok igazán nagy Evo szakértő, inkább csak lelkes amatőr, szóval, hogyha valamit nem tudok, vagy hülyén mondok, akkor nézzétek el nekem, és egészen nyugodtan javítsatok ki. Szóval, ami nagyon fontos volt számomra az, hogy a kaszni baromira egyben van. Én nem mostam le, így nézett ki, így állt ki az öreg a garázsból vele, és már alapból megláttam, az első látással láttam, hogy ez egy igényes autó, egy igényes tulajjal, mert szép, rendben van tartva. Nem egy ütött, kopott, össze-vissza karcolt, hanem tényleg szép a kaszni, nem is kell vele foglalkozni. A belső megint csak jól néz ki. Ez a kis mocsok a kárpiton, a szőnyegen, az az én bűnöm, én hordtam be most az út során, de egyébként teljesen rendben van, szép. Ülések sincsenek kiülve, nincsenek összefoltozva, kiégetve cigivel. Tehát, hogyha egy autó alapból így néz ki, akkor ez mindenképpen egy gondos gazdát sejtett, már pedig egy gondos gazdától jó autót venni. No, de ez a szép külső csak a jéghegy csúcsa, ugyanis nyilván egy Evo-nál a technika legalább annyira számít, bár nem biztos. Mert technikát, én amondó vagyok, hogy új motort, váltót alárakni, futóművet felújítani, mindig sokkal könnyebb, mint egy karosszériát jó állapotra, gyári állapotra hozni. Szóval én elsősorban mindig a karosszériát nézem, a rozsdátlanságát és az érintetlenségét, gyáriasságát, de ennél az Evo-nál hál' Istennek a motorral, illetve a technikával sincsen gond. Egy épített kovácsolt motor van benne, ami nagyon-nagyon jól szól, szokatlanul jól szól, hidegen se volt egy gram füstjese, és nem is kopogott egyáltalán, szóval ez hozzáértő kezeket sejtett. Van rajta egy nagyobb turbó, ezt egyelőre még nem tudom pontosan, hogy micsoda. Írtam az építőnek, hogy adjon valami specifikációt, hogy pontosan mi is van benne. Lényeg az, hogy nagy tengelyes. Ettől tipikus rally Evo-s alapjárata van, ami szerintem megint csak annyira kell, mint Subaru-ra nyitott rendszer.
és tök jó a futómű, nem kopog, nagyon jó fekszik az úton, egyenesen megy, 150-nél sem ráz, szóval teljesen egyben van. A váltó is tökéletesen lehet kapcsolgatni a fokozatokat, egy három tárcsás kuplungja van, gondolom valami könnyített lentkerékkel, mert általában ezt úgy szokták installálni. Egy nagyon szép hangú kipfogórendszer van alatta, ami egyáltalán nem bántó. Az Evo hang tud bántó lenni, de egy jó rendszer, az gyönyörű hangot varázsol alá, és csak akkor igazán hangos, hogyha ha töltőnyomás van és nagy fordulat, már pedig ez pont így szól. Szóval igazából nem tudok belekötni, tehát nincs olyan dolog, amit cserélnék rajta. Kell rá egy új program, mert nem olyan erős, mint lehetne, de egyébként ez egy nagyon jó Evo, nagyon szép, műszakilag is tök jó, belseje is, szóval hát megint úgy érzem, hogy szerencsém volt, mert azt vettem, amilyet szerettem volna, és ez sajnos sokszor nem így van. Sokszor nem olyan autó sikeredik, vagy nem teljesen tökéletes, de ennél az Evo-nál azt mondom, hogy ez így jó és így tökéletes, én sem tudnám máshogy vagy jobban megcsinálni. Picit elóvatoskodva toltam el, de ezt nézzétek el nekem, mert ebben a pillanatban már le volt foglalózva. Lengyelországba vitték el tőlem ezt a gyönyörű sárga Evót. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek engem TikTokon és Instagramon is. Illetve írjátok meg egy szíves kommentbe, hogy mi az, ami tetszett ebben a videóban, vagy mi az, ami nagyon nem tetszett, illetve, hogy milyen videókat szeretnétek látni tőlem a jövőben. Sziasztok!